Tulajdonképpen 222-től 230-ig volt ő pápa, és ami a szőlőhöz köti, az tulajdonképpen az, hogy a hagyomány szerint ő írta volna elő, illetve ő előírta, hogy a misézésnél a kehely, illetve a patén, a tányérka, de az aranyból vagy ezüstből legyen, és aztán így kezdték ábrázolni kehellyel, a kehely adta a szőlőfürtöt, tehát így aztán lett a szőlőnek a védőszentje. Szent András István annak idején, de Rómában járva, nedűjó, aszót iszogatva ott tett említést arról, hogy ugye, itt a szőlőtermelés mennyi veszélynek van kitéve, nem minden eszendő termi meg azt a jó aszót, mint amit ott iszogatnak, de aztán hát a különböző betegség minden, és hát ebből adódóan aztán alakult úgy, hogy a Szent Atya, gondolom az ő kérésére adományozta neki Szent Orbánt, mint a szőlőnek, szőlőtermesztésnek, ezzel kapcsolatban Bornak, a kádároknak, még a kocsmárosoknak is, ahogy olvasom, a védőszentjeként ugye van számon tartva. Tehát így kapcsolódik ez a hegy aljához. Most egy kicsit ő is elindul körülnézni a tartományába egy alján, ami hát egyrészt ugye itt a tiszteletét is szeretné erősíteni, meg hát egy kicsit a hegyaljai nép, a szőlőművelő nép iránti tiszteletnek a kifejezése is lenne, hogy elvisszük őt egy kicsit, ha nem is az egész egy aljára, de legalább részben egy kicsit hadd menjen a nép közé, hadd nézzen szét az övéi között. A 400-as évek elején volt Galliában, ugye a mai Franciaország területén, volt egy másik Orbán nevezetű személy, aki nem pápa, hanem püspök volt, és vele kapcsolatban olyan hagyományok maradtak meg, miszerint ő imádságával jó időt esdekelt, ott olyan körülmények között, ahol pedig pusztító vihar lett volna, és nem véletlen, hogy éppen ezért össze is keverték a 9. században Orbán pápa személyét, meg a püspöknek a személyét. A hit évében vagyunk, és ki gondolta volna, hogy nem is az egyházi személyektől indul el egy ilyen kezdeményezés, mely pont most a hit évében, Tokajban pedig különösképpen is a bor napok kapcsán jelenik, lesz érdekessé. Hát 100 éves a tokaji templom. Nem gondoltuk volna, hogy a 100 éves évforduló alkalmával a hit évében még Orbán napi ünnepségünk is lesz. A Hotel Kelet nevében is nagyon sok sikert és további eredményeket kívánunk ahhoz, hogy ezt így ilyen szépen is folytatni lehessen. Köszönjük szépen!